miniszterelnök úr, kérném reagálását Orbán Viktor és a magyar kormány reagálására, amit Ukrajnával kapcsolatosan végzett itt az utóbbi időben. A magyar kormány sunyogott, miközben a szomszédban emberek haltak meg a demokráciáért, az emberi jogokért és Európáért. Ez nem helyes. Magyarországnak elvi álláspontra van szükség ebben a kérdésben. Másrészt a magyar kormánynak az is dolga, hogy megvédje a határon túlélő magyar kisebbséget, amennyire lehet, csak képviselje az ő érdekeiket. És végül a magyar kormánynak az is dolga, hogy ne engedje, hogy a köztévében a Janukovics-féle igazsághamisítás híreit közöljék a magyar rádióban, mint ahogy történt, ahogy a magyar rádió terroristának nevezte a tüntetőket és a mesterlövészeket, pedig úgy állította be, mintha a tüntetők érdekében lőttek volna. Ez elfogadhatatlan. Ez a hazugság nincs rendben. Nem érdemes a paksi paktum miatt átvenni azt a propagandát, amelyet a tőlünk keletebbre levő országok folytatnak. Mi nem egy szovjet utódállamban akarunk élni, hanem egy szabad, gyarapodó, békés európai országban, amelynek vannak elvei, és amelyekért kiáll. Második kérdésem, hogy hogy állnak most jelen pillanatban a 22 együttes jelöltel? Hát minden jelöltünknek már bőséggel összegyűlt az a 500 aláírás, ami ahhoz kell, hogy hivatalosan is jelölté válhassanak, de azt mondtuk, hogy folytatjuk az aláírásgyűjtést azért, mert ezzel is nagyon sok választóhoz jutunk el, nagyon sok választóval tudunk beszélgetni, miközben a támogatásukat kérjük. Ahogy járom az országot, mindenhol többen vannak, mint amire számítani lehet, nagyon sokan jönnek el. Egyre többen látják, hogy a remény az a kormányváltásban van, a változásban van, és sokan érzik azt, hogy a remény csak akkor éled újra, hogyha most április 6-án megragadjuk a lehetőséget. Utolsó kérdésem, hogy mi lesz a kampánynak a fő témája, illetve lesz-e valamilyen közös megemlékezés március 15-én? Március 15-én az összefogás pártjai közös nagy rendezvénnyel készülnek Budapesten, ahogy az természetes is. És természetesen a kampány témája az Orbán kormányzás elmúlt 4 éve, az a zsákutca, amiben bevezették Magyarországot, és az abból vezető kiút. Az általunk létrehozott összefogás programja az a munkahelyek teremtéséről, az oktatás rendbetételéről, a szolidaritás újrakötéséről, egy igazságos és munkahelyteremtő két kulcsos adó bevezetéséről szól, meg arról, hogy mindenek előtt állítsuk helyre a kiszámíthatóságot, a jogbiztonságot, a joguralmát Magyarországon. Miniszterelnök úr, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt.